Üdvözlünk a Vacsmondzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 20 ikonikus mónikasós videót gyűjtöttünk össze nektek. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban bemutatjuk nektek hazánk popkulturális alapkövévé vált kibeszélő showjának, az RTL Klubban 2001-től 2010-ig futó Mónika show-nak a legismertebb és legikonikusabb pillanatait. 20. Helga és a lánya. Az alaphelyzet az, hogy Helgának van egy 15 éves lánya, de nem biztos benne, hogy ki az apa, ezért DNS vizsgálatot kért. Azonban tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy az a férfi, akire Helga gyanakszik, hogy ő lehet az apa, na, annak elvileg szexuális kapcsolata volt a kislánnyal. Helga ezért megtámadja a férfit, majd a lányát maga elé térdelteti, hogy vallja be az igazat arról, hogy volt-e nemi kapcsolata a férfival, avagy sem. Ide figyelsz itten! Mondd meg az egész ország világ előtt, hogy ez az 50 éves nyomorú paddaford bici! A hatalmas megalázás után Mónika tudatja velük a vizsgálat eredményét, és kiderül, hogy Mihály és Marika között nincsen semmiféle rokoni kapcsolat, ami igazából nem csillapítja Helga haragját. Spoiler, Helga még fel fog bukkanni a videóban. 19. Mónika röhögő görcsöt kap. A majdnem 2000 leforgatott és adásba került epizód alatt kevés olyan pillanat volt, amikor Mónika kiesett a komoly műsorvezetői szerepéből, de itt már ő sem bírta visszatartani a nevetést. A vendége éppen a kapcsolatáról nyilatkozott, és egy félreértett kérdés, valamint egy válasz miatt Mónikából előtört a nevetés. És akkor ez mit bizonyít, hogy 500 méterrel odébb rakta ki mellesleg egyedül? Akkor? És én azóta lettem ennek a betege. Az 500 méternek. Nem az 500 méternek, hanem a kapcsolatnak. Én most is ki szeretnék vele békülni, úgyhogy... Értem én. A műsorvezető aztán próbálta visszafogni magát és röhögés nélkül tovább folytatni a beszélgetést, de tudjuk, hogy ez hogy működik. Ha egyszer elkap a röhögő görcs, akkor bármennyire is tudod, hogy nem szabad nevetned, annál inkább csak jön és jön. Ez a jelenet pedig soha nem került adásba. 18. Mi történt Klódival és Csillával? Erzsébet azért érkezett a műsorba, mert állítólag a volt élettársa megrontotta két lányát, ami miatt az egyik történetesen Klódi intézetbe került. Erzsébet egy eléggé homályos és rejtélyes estéről mesél Mónikának, ami során elvileg Ferenc vagy valaki más befogta a lány Csilla száját. Ezután megérkezik Erzsébet fia, Rafael is, aki még inkább megbonyolítja azt az ominózus éjszakát. Amikor először annyit téged kizavart a kívülre, a háztól kívülre. Amikor bejöttél a szobámba, hogy jöttél be a kabánba? Nem úgy jöttél be, hogy egy kabánba és egy cserépkája ajtó nyitva volt? Emlékezzél vissza, és tudod, hogy nem volt lejáróval lapozva akkor a szobámon. És? Itt már Mónika is teljesen elvesztette a fonalat, na de várjatok, mert mint kiderült, lehet, hogy Csilla jelenleg is terhes, de ez abszolút kérdéses még számára is. Akkor te még most is terhes vagy? Hát nem tudom, megy lefele a hasam, nem tudom, mi van velem, és... Ezután még jól kiemlegették magukat, majd tulajdonképpen semmi sem derült ki senkiről, de mindenki vádol mindenkit mindennel. 17. Zsíros kenyér. Ez itt egy különleges eset, mert bár ezt a videót szinte mindenki ismeri, de senki sem tudja, hogy miről is szól valójában. Ez a videó ugyanis egy szinkron paródiaként terjedt el, melyben azon megy a vita, hogy kékpólós barátunk megette a zsíros kenyeret, aminek a hölgy nagyon nem örül, és fizikai tetlegességig fajul a nézeteltérés. Anyádat, hova tetted a zsíros kenyeret, he? Megettem. Megetted? Várjál, csak megtöbb. Az eredeti videóban azonban Adél és Jani a pénzen vitatkoznak egymással, és Adél nem hajlandó eltűrni, hogy Jani hazudozik, amit egy pofonnal jelez neki. Azt mondtam, hogy nem hazudol, az őszintét mondod. Igen. Az őszintét mondod. A második pofon már Jani sem tűri szó nélkül, és ő is viszonozza az ütést, így végül Adélt eltávolítják a stúdióból. 16. Kinnál Gézu.
Évi és Géza 15 éves házasságába a férfi alkohol problémái szóltak bele, majd megpróbálták megoldani a gondjaikat. Ám de időközben képbe került Péter, aki pedig azt állítja, hogy az elmúlt 15 évben többször is szexuálisan együtt voltak a nővel, valamint állítólag Éva lányára is rámozdult már. Na, nem kellett több az élénk vöröshajú hölgynek, így amikor Péter belépett a stúdióba, Évi egyenesen nekirontott és kérdőre vonta. Ezt te mi rájtottad, hogy jobban voltam veled? Minden őszintén, gyere na! Na gyere na! Gyere na! Megrontottad a három gyerekem életét! Megrontottad a három gyerekem... Várjál! Mert kinnál Gézu! Gézuval együtt összetörlek! Majd a nő lánya is csatlakozott a bulihoz, és a végén már arra az álláspontra jutottak, hogy az ő és az anyós a keze lehet az egész kavarásban. 15. Verebek. Hát már nem egy nőről húztam le ezt a verebet. Ebben a videóban egy csúnyán megromlott párkapcsolat szem- és fültanúi lehetünk, ahol is a sértett nő önmagát nem visszafogva adja ki minden sérelmét a volt párjának. A láthatóan zavart vigyorral az arcán ülő férfi természetesen ezt nem tűri és arra kéri a nőt, hogy inkább maradjon csendben, persze nem ezekkel a szavakkal. Mindeközben pedig megszámlálhatatlan alkalommal hangzik el a veréb szó mindkettejük szájából, majd egy enyhe pofoszkodás veszi kezdetét kettejük között. 14. Maunika. Erzsi és Erika testvérek, de megromlott a kapcsolatuk, amikor az édesapjuk börtönbe került azért, mert a férfi állítólag késsel megszurkálta Erika párját. Később az a pletyka kezdett el terjedni a faluban, hogy valójában Erika volt a szurkáló, amit most már tagad és bevallottan gyűlöli a húgát, akit korábban meg is vert. Azt mondja ő, hogy te folyamatosan verted őt. Nem folyamatosan, csak mikor már a bögyönbe volt. Mint kiderült, főként valójában a pénzen megy a vita, na meg azon, hogy Erzsi és családja szerint Erika nem neveli rendesen a három gyermekét, és a szórakozás fontosabb neki, amire a nőnek egy azóta ikonikussá vált válasza volt. Jaj, mert nyáron elmentem egyszer vagy kétszer diszkóba, Maunika! Aztán édesanyjuk is becsatlakozott hozzájuk, és természetesen végül dúlakodásba torkollott a beszélgetés. 13. Randa bunda. Ilonka azért érkezett Mónikához, mert keresztfia Elek, akit szinte gyerekkora óta saját fiaként nevel, egy nála 20 évvel idősebb nővel folytat kapcsolatot, amit Ilonka egyáltalán nem nézi jó szemmel. Az idősebb nőnek, akit szintén Mónikának hívnak, állítólag Ilonka férjével is volt korábban viszonya, amire Ilonka egy elég sajátos kifejezést használt. Randa bundázott avval az emberrel, én kiadtam a kutyát neki, hogy menjen onnan haza, a táskát, a cuccát, a kezibe adtam, és bement Mónikával randa bundázni. Nem velem. Nem velem. Úgy mulattak. Miután tisztázódik a randa bunda és a szexi lédizés szavak jelentése, megjelenik Mónika, majd a két nő egy heves szócsatába kezd egymással. Végül pedig besétál Mónika fia Zsolt is, aki szintén ellenzi anyja és Elek kapcsolatát, de úgy tűnik, hogy a szerelmeseket nem tudják elválasztani egymástól. 12. Angéla és Ildikó egy messzi-messzi galaxisban. Angélának tönkrement a párkapcsolata Robival, akinek most egy új párja van, viszont szeretné visszakapni a férfit, ezért ezt a szándékát megpróbálja Ildikóval békésen tudatni. De persze ez itt a Mónika show, ezért két-három szóváltás után a két nő azonnal egymásnak ugrik. Azt szeretném mondani, hogy tudjál róla, hogy oda jár a Robi, igen, hozzánk, és mindig azt mondja, hogy engem szeretném téged, igen, ott alszik, igen, némikor. Igen. Hát mi? Azt szeretném, hogy menj el. Én? Azt ezt kimondja. Én? Nem mondod, komolyan! Ildikó még azt is felajánlja Angélának, hogyha ennyire csillapíthatatlan a szexuális étvágya, akkor nagyon szívesen segít neki, ezután pedig egy kis Star Wars utalást is kapunk. Veszek én neked ilyen nagy műfasszú pitádba, kell? Veszek én neked nagy neked nem kell, nekem van, aki ide tegye. Nem teszi oda. Na. Nem teszi oda. Nem érted meg, hogy nem kell majd neki. Apukád. A te apukád, meg a te anyukád. A tiéd. Ja. Tiéd. Robi végül Ildikót választja, de a két nő úgy dönt, hogy inkább egyiküknek sem kell a csalfa férfi. 11. Mit akarsz az uramtól? Józsi elmeséli kacifántos történetét Mónikának, mégpedig, hogy 3 éve volt egy kapcsolata Robival, viszont kiderült, hogy a férfinek van egy felesége és egy gyermeke. Viszont amikor Robi megérkezik a stúdióba, vehemensen tagad mindent és kijelenti, hogy ő bizony soha nem feküdne le egy másik férfival. Józsi éppen egy régi történetbe merül el, amikor is megtörténik az első dulakodás közöttük.
Az, hogy beteg vagyok, az egy dolog. Vagy krónikus beteg vagyok, az is szintén egy dolog, de nem azt jellemzi, vagy fogalmazza, hogy én rákos vagyok. Mikor te bejöttél a kórházba hozzám, légy szíves, halljuk a sáv végig. Mikor bejöttél a kórházba hozzám... Engem nem érdekel, ezt megértettük egymást. Megértettük egymást. Ne csapkodjál. Meg? Ne csapkodj, te megértettük, oda ülj le, légy van a lábod, Krisztus? Na mennyi van? Nyugi. Majd Robi párja, Rita is felbukkan, aki elvileg jó kapcsolatot ápolt korábban Józsival, viszont itt belőle is előtört a kicsit vadabb oldala, és ő is verekedésbe kezd. Te, ha nem szállsz le az uramról, belenyúlok a méhedbe, kiveszem, aztán a kezedbe teszem. Józsi ezután is váltig állítja, hogy ő nem akar semmit a Robitól, csak a jó barátságot szerette volna továbbápolni, de ezek után teljesen elválnak az útjaik. 10. Helga vs. Viki és Éva. És újra itt van Helga. Ezúttal egy olyan történetszálba keveredett bele, amiben egy lány, azaz Viki szeretné elszámoltatni édesanyját Évát a jelenlegi párja Laci miatt, akinek Éva mellett van egy másik párja, történetesen a mi Helgánk, akitől már gyerekei is születtek. Évának mindennél és mindenkinél fontosabb a Laci, na de ehhez Helgának is van egy-két szava, így amikor belép a stúdióba, rögtön neki támad Vikinek és Évának. A biztonságiak is alig bírnak a megvadult nőkkel, és a kedélyek nem nagyon akarnak csillapodni. Egy degenerált kultúrátlan! Mocskos nem kell a kutyának se! Te ki nem kellett, az is kellett! Ülj le, légy szíves! Hát a farkat kell, akkor te! Többszöri egymásnak feszülés után végül megérkezik a nagy Don Juan is, aki úgy érzi, hogy a két nő teljesen megszégyeníti őt országvilág előtt, de végül úgy dönt, hogy inkább Évával folytatja a kapcsolatot. Szegény Helga megint hoppon maradt. 9. Kardos kúti pofon. Gyula életének munkája a tűz martalékává vált, amikor valaki gyújtogatott a mezőgazdasági területén. Több tűzeset is volt korábban a településen, majd elkapták a tettest Zoltán személyében, aki többeknek is milliós károkat okozott. Most a stúdióban szembesítik Zoltán Gyulával, aki egy orbitális pofonnal fogadja a piromán férfit. És hány államatlan éjszakát okoztál te a kardos kútiaknak, mi? Sokat. És jól van ez így? Hát nem. Mi? És még? Nem. Hát, hihetetlen, példó büntetésed érte. Azt a mindenségét, uram, fékezze magát. Hát, hogy gondolja ezt? Ezután jött a nagy csavar, hogy állítólag a Gyulánál történt tűzesetért nem is Zoltán a felelős, amit persze Gyula kétkedve fogad. Majd végül Zoltán húga, Ildikó kell az öccse védelmére, de Gyulát ő sem tudja meggyőzni Zoltán ártatlanságáról. 8. Enikő a szerelmes. Enikő azért érkezik Mónikához, mert szerelmes egy nála jóval fiatalabb fiúban Márióba, de annak a nagymamája ellenzi ezt, Enikő pedig nem szeretné, hogy bárki beleszóljon a kapcsolatukba. Rózsa azonban egyértelműen Enikő tudtára adja, hogy bizony nem szeretné, hogy ők ketten egybeálljanak. Mindenféleképpen akadjál le a gyerekről, igen, mert ha nem, akkor majd leakadsz róla csúnyán. Majd megérkezik Márió is, akivel Enikő tisztázni szeretné a dolgokat. Na, ide figyelj! Öltsünk tiszta poharat, érted, el is beszéljünk. Igen. Na most, mi együtt foglalkoztunk, igaz? Igen. Na most, ha te, amikor engem, velem foglalkoztat, akkor engem nem szeretti? Nem. De, állj már le! Végül kiderül, hogy Márió semmit sem akar Enikőtől, és ami történt köztük, az is csak az alkohol miatt történt meg. 7. Mi az, hogy kettő? Monika unokatestvérét elemért szeretné elszámoltatni, amiért 5 éve elhagyta a gyermekeit, akiket azóta Marika nevel. Elemér állítólag bántalmazta korábban a gyermekeit, és nem biztosította nekik a megfelelő életkörülményeket, így Marikában rengeteg az indulat az unokatestvére felé. A szembesítésnél azonban kiderül, hogy Elemér másként emlékszik, és nem 5 éve hagyta el a családját, hanem csak 2 éve. Na, 2 éve? Tényleg 2 éve? Hát, malasabb. Te nem szigeled magadot? 2 éve, mi? Cégelem magam, nem mit csináljak? Nem cégeled magadat, mi? Nem? Cégelem magam, nem most mit csináljak? Ha, 5 éve, mi az, hogy kettő? Mi az, hogy kettő? Miután Marika jól megruházza a rokonát, Elemér szégyenében mindenben igazat ad neki, majd szembe kell néznie a gyerekeivel is, akik kérdéseire a férfi tulajdonképpen nem tudott semmilyen megnyugtató választ adni. 6. Beszédhibás Ludmilla.
A hihetetlenül illedelmesen fogalmazó Ludmilla azért érkezett Mónika kedveshez, mert az édesanyukája ellenzi jelenlegi párkapcsolatát, és inkább azt szeretné, hogy lánya menjen vissza az előző párjához. Ludmillának viszont az a sejtése, hogy ez amiatt lehet, hogy az anyja tudjon kivel iszogatni, és bevallotta, hogy az édesanyukáját bár szerette és fogadta, de rossz anya volt. Tudod, szerettelek és fogadtalak, és képzeld el, Mónika, elnézés a zavarásért. Mónika az én anyukám, nem jól bánt velünk, és ez mind hazugság. A lány sírva meséli el, hogy édesanyja még gyermekeit is elvitette tőle, mert úgy tartja, jelenlegi párja nem tudja eltartani a családot, és a lakásuk sem volt megfelelő a gyerekek számára, annak ellenére, hogy Ludmilláék kifestették és bútorilag is helyrehozták azt. Végül Valéria is elmondta az ő verzióját a történetről, de a köztük lévő ellenséges viszony végig fennmaradt az egész adás alatt. 5. Marika bedurvul. Ebben az adásban történt talán minden idők legdurvább verekedés, amit Marikának köszönhetünk, akinek 33 év után ért véget a házasság, amivel, mint kiderült, a férje több nőt is tartott mellette, és jelenleg is egy fiatalabb hölgyel van együtt. Na, aztán amikor Szilvia belép az ajtón, akkor Marika rögtön nekitámad és olyan szinten megragadja a haját, hogy a földre borulnak, és még a biztonsági őrök is alig tudják ketté választani őket. Jézus! Majd Marika később sem tud csillapodni, de már nem engedik, hogy Szilvi és a volt férje közelébe kerüljön. Szilvi! Meghalsz! Meghalsz, jobb, hogy állok, indulsz hazáll! Megmeresztem a tüdődet, a 61-be öreg embert elvitted! Aztán Marikát megpróbálják eltávolítani a stúdióból, de ez szinte lehetetlen feladatnak minősül. Megtalasztalak! Elég vissza! Hangváció! Közveleti! Kötvinei! 4. Virágcsokor. Aranka 10 éves kapcsolat után úgy érzi, hogy a férje teljesen tönkretette őt, amikor kiderült, hogy a férfi megcsalta őt Ágnessel. Miután Ágnes belép a stúdióba, Arankából előtörnek az indulatok és többször megfenyegeti vetélytársát, hogy le fogja nyírni a haját fűnyíróval. De igazából csak akkor indul be a buli, amikor megérkezik Pál is egy csokor virággal, letérdel a feleség elé és megpróbál kibékülni vele, amire Aranka nagyon nem vevő. Aranka teljesen megalázva érzi magát, hogy ezek után a férje egy csokor virággal próbál mindent helyrehozni, és azt ajánlja neki, hogy inkább Ágnesnek adja azt. Még én nekem hozom virágot, engyelnek a k***nak, annak a Ágnes virágjúnak! Majd Pál is elmondja a sérelmeit, de végül mindkét nő elárulva érzi magát, ezért egyikőjüknek sem kell már a férfi, aki így a két szék közé esik. 3. Jampiskodások. Az alapkoncepció az, hogy van Zsolti és Emese, akik egy pár, azonban kiderül, hogy a lány már egy ideje megcsalja szerelmét egy sráccal, Norbival, aki történetesen Zsolti unokatestvére, és amikor Zsolti tudomást szerez a háta mögött történt légyottokról, akkor bizony elhangzik az ikonikus mondat. Hogy volt messzed? Ahogy? Mi testvérek vagyunk, azt megmerted ezt csinálni? Zsolti teljesen jogosan nem bírja megérteni, hogy főként a családi kapcsolatra tekintettel, hogy volt képes ezt megtenni vele a két másik személy. Majd aztán Emese is megjelent a színen, akit látszólag annyira nem viseltek meg a történtek, ami még inkább feltüzeli Zsolti indulatait. Egy apró részlet fölött elsiklott a figyelmet, Zsolti. Meg ne nevessi! Nevetel! Emese többször is olyan helyzetbe kerül, hogy éppen hogy majdnem felborítják a székkel együtt, és végül ő is elejt egy olyan mondatot, ami azóta is benne maradt a köztudatban. Tényleg? De nagy Jampi vagy. Ne. Hagyd már! 2. Idegbeteg baseballzütő. Ez a történet röviden arról szól, hogy egy férjes édesapa Mónika segítségét kéri abban, hogy kibékítse feleségét a fiával, akik között régóta durván megromlott a viszony. Azonban az édesanya Gabi tele van feszültséggel, rá sem bír nézni a fiára, majd egy váratlan pillanatban robban a bomba. Rólam mit mondott ez a mocskos gyerek, mi? Mi mit mondott? Na, mit mondtál, Jócska gyerek? Most pofázál! Nem mondasz el! Bárd meg, én nagyon vertünk, mi bélbontütőkkel, meg ilyenekkel! Én soha nem is mondtam. Mi nem mondtál? Ne hazudjál, te k***k! A baseballzütő mellett szóba került még a WC-s Jóska, aluljárók és minden ilyesmi. Azonban Gabi annyira gyűlöli a fiát, hogy még azt is kijelentette, hogy méreginjekciót adna be neki, vagy kiszorítana a torkához.
vagyis, bocsánat, állítása szerint máshogy végezne a fiával. Ezt nem mondtam. Nem mondtad? Bizti? Biztos. Ha nem? Ha főbe kéne lőni. Tehát a kettő között van különbség. Viszont Mónikának végül sikerült elérnie azt, hogy kicsit megenyhüljön az eldurvult anya-fia kapcsolat. Mielőtt felfednénk az első helyzetet, íme néhány vigaszdíjas, amik valahogy nem fértek fel egy top 20-as listára. Lufizás. Az uramat le mered lufizni? Hát nem szétjelentke magadat! Marian és az alkohol. Te miért iszol, Marian? Néha. Egy megcsalt asszony haragja. Hát milyen köv, mint te vagy? Ilyen te Európa nem vagyok. Berohanás a nézőtérről. Pesti prosti. Ez ne haragudjál, ez már komolyan mondom, azért kritikán alulja. Azért én mindig is ilyen voltam, gyerekek. Hát azért ne hazudtoljuk meg önmagunkat, ne felejtsük el, honnan jöttünk. Annyira nem. Azért annyira nem voltál ilyen. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Vámpír Ági és Csipkés Zoltán. És elérkeztünk a nagy ágyukhoz. Szerintem nem okoztunk senkinek nagy meglepetést, hogy ez a videó került az első helyre, hiszen maga Mónika mellett ők ketten váltak az évek alatt a Mónika Show nem hivatalos arcaivá. Botos Ágnes és Csipkés Zoltán egy olyan adást hoztak össze, amely annyira vállalhatatlan lett, hogy végül nem adták le a tévében, de az internet segítségével örökre bebetonozta magát a hazai köztudatba. Ági és Zoli korábban egy párt alkottak, de megromlott a kapcsolatuk. A stúdióban szóba kerültek a telefonon zaklatások. Ne zaklass telefonon, és ne zaklass Ibolyán keresztül, a nővéremen keresztül. A közös kislányuk Csenge. Ja. Haránt fekvésbe volt bennem a Csenge, úgy adjon be! Zoli lakóhelye és foglalkozása. Ózdi vagy, és Sinter vagy. És végül az állatokkal való kapcsolatuk is. Pitbull kutyákkal jön le rá egy 46 kilós nőre. Majd Ági nem bírta tovább tűrtöztetni magát, és leköpte a férfit, és így kapta meg a vámpír becenevet. Ha foga sincs, az köpköd a vámpír. Mi? Annyi mindent ki lehetne még emelni ebből a 20 perces videóból, de arra nekünk sajnos most nincs időnk. Nektek melyik a kedvenc Mónika Show-s videótok? Van olyan szerintetek, aminek mindenképpen a listán lenne a helye? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, valamint kövessetek be minket TikTokon, Instagramon és Facebookon is.